Sziasztok! Én Cseh Katalin vagyok a Momentumtól. És azért jöttem, hogy üzenjek az Orbán kormánynak, hogy a festéket lemoshatják, de a bűneiket soha. Mert amikor hétfő este idejöttünk az aktivista társaimmal, hogy felfessük erre az aszfaltra Orbán Viktor rendszerének bűneit, amiket a Polt Péter vezetett ügyészség eltitkolt előlünk, több mint 2000 kommentet kaptunk a Facebookon, hogy milyen ügyek lettek a szőnyeg alá söpörve. Hamarabb fogyott el a festék, mint ahogyan az ügyek, és az egész tér, ahol mi most állunk, tele volt írva bűncselekményekkel, amiket nem vizsgált ki az ügyészség. És mi hétfő este is azért voltunk itt, hogy üzenjünk Polt Péternek és Orbán Viktornak, mert még mindig nem tudjuk, hogy hova tűnt a magánnyugdíjpénztárakból ellopott vagyon. És még mindig nem tudjuk, hogy miből van Kósa Lajos anyjának sertéstelepe. És még mindig fogalmunk sincs, hogy mégis hogyan vásárolhatták fel a Balatont. Ezeket a bűnöket, kedves barátaim, mi soha nem fogjuk elfelejteni. És mindent megteszünk azért, hogy senki más se felejthesse el. Nem fogjuk hagyni, hogy elfelejtsék ezeket a bűnöket. Ne hagyjuk! Nem hagyjuk! És főleg azt ne hagyjuk, hogy azok az ügyészek élükön Polt Péterrel, azok az ügyészek felejtkezzenek el ezekről, akiknek az lenne a feladatuk, hogy megvédjék a magyar nép adóforintjait a korrupt politikusoktól. Az lenne a feladatuk, hogy kivizsgálják, hogy mégis hogyan lett a magánrepülőgéppel járó Orbán Viktor Magyarország leggazdagabb embere. És ha belenéz a tükörbe, akkor azt látja, hogy itt valaki szépen bebújt Mészáros Lőrinc és Tibor István állarca mögé, de ettől még Orbán Viktor mindkét ember. Ezt ne felejtsük el. És azt se felejtsük el, hogy az ügyészség ma nem a magyarokat védi Orbán Viktor korrupt rendszere ellen, hanem a Fideszt és az Orbán család rokonait védi az ellenük tüntetőktől. És azért állunk itt mi most, mert Magyarországon a hatalom tüntetőket vegzál és zaklat. És azért állunk itt mi most, mert Magyarországon a hatalom a magángéppel utazó Orbán Viktor helyett egy olyan férfit vegzál, aki lement éjjel kutyát sétáltatni a tüntetések alatt. És azért, mert a magángépen utazó Orbán Viktor helyett a hatalom tüntető diákokat zaklat, és 10.000 forintos csekeket küld nekik, csak azért, mert kifejezték a véleményüket. Ezért vagyunk ma itt. És a hatalom ott vádolt titeket mind. De ne féljetek, mert nem vagytok egyedül. Mert sokan bűnösök ebben az országban, de azért még mindig az ártatlanok vannak többen. És ez adjon nekünk erőt, hogy az ártatlanok mellett mindig kiállnak mások, de a bűnösök a végén egyedül fognak maradni. És egyik rendszer sem tart örökké, és még a szabad lopás rendszere sem fog örökké tartani, és a végén Mészáros Lőrinc, Tibor István és Orbán Viktor is magára fog maradni, egyedül.
És azért van ez így. Ne felejtsük el, hogy a festéket lemoshatják, de a bűneiket soha. És idén az utcán, és a választásokon is kiállhatunk Magyarország jövőjéért. És ne hagyjuk, hogy a mi Magyarországunk a korrupció, az elvándorlás és a túlórázás országa legyen. Ne hagyjuk ezt! Magyarországnak az egyetlen esélye az, hogyha, hogyha nem kell elmenni Európába, mert végre Európa lesz Magyarországon is. Orbán Viktor vagy nem veszi észre, hogy kiürül alatta az ország, vagy még külön örül is annak, hogy mindenki elhúz innen, akinek elege van. De mi azt tudjuk, és nekünk, ezek az elvándorló magyarok, ők a mi barátaink, ők a mi gyermekeink, ők voltak az orvosaink, és ők voltak a tanáraink. És mi tudjuk azt, hogy az elvándorlás egy igazi magyar tragédia. És ezt tudjátok, hogy mi okozza? Az egészségügy szétverése, az oktatás lerohasztása, és a korrupció szó nélkül hagyása. Ez okozza ezt a tragédiát Magyarországon, és ez ellen kell kiállnunk. És ne felejtsétek el, hogy Orbán Viktor minden egyes döntése egy újabb szög az európai Magyarország koporsójában. Európa akkor lesz majd Magyarországon, ha végre nem lehet ellopni az uniós pénzeket. Ha nem nyomhatnak el bárkit, és ha nem vehetik el a szabadságunkat büntetlenül. És erről fognak szólni a következő évek küzdelmei, és erről szól az európai ügyészség is. Mert mi csak magunkra számíthatunk, ezt ne felejtsük el. Ezért álljunk ki egymásért, és álljunk ki egymás elnyomásával szemben. Üzenjünk a hatalomnak a hétköznapok minden egyes pillanatában, amikor nem úgy cselekszünk, ahogyan elvárják tőlünk. Amikor kiállunk a gyengébek mellett, amikor támogatjuk a szegényeket, amikor kiállunk a jogainkért és kimegyünk tüntetni. Minden egyes pillanatban ellent kell mondani a hatalomnak a cselekedeteinkkel. És mondjunk nemet a megfélemlítésre. Mondjunk nemet az elnyomásra, és mondjunk igent egy tisztességes, összetartó, együttműködő Magyarországra. És mondjunk nemet az elnyomásra, és emlékeztessük Orbán Viktort arra, hogy a festéket lemoshatja, de a bűneit soha. Köszönöm szépen a figyelmet!